Sziasztok, én Bence vagyok, és ez itt az EFC 24 Akadémia Legendák Forest Green Rovers sorozat 129. és valószínűleg, legalábbis remélem, hogy az utolsó előtti epizódja. Ez az epizód kicsit dinamikusan változó lesz, mivel három mérkőzést mindenképpen le fogunk játszani. Az viszont kérdés, hogy Leeds Arsenal Palace lesz a Premier League-ben, vagy csak Leeds Arsenal. Az biztos, hogy az FA Kupa döntőt a Brighton ellen azt le fogjuk játszani, mert az utolsó epizódot én csak Bajnokok Ligája döntőnek akarom hagyni, az lesz az egyetlen mérkőzés. Viszont le kell játszani a Palace elleni mérkőzést ahhoz, hogy bebiztosítsuk a bajnoki címünket, az majd a Leeds és az Arsenal ellen kiderül, de hogyha a legjobb esetben csak ezt a két mérkőzésünket kell lejátszani, lehet még jobb esetben csak a Leeds ellenit kell lejátszani, azt az Arsenal ellenit le tudjuk szimulálni, ameddig a végéhez nem érünk, és akkor megnézzük a trófea emelést, de majd meglátjuk, hogy lesz. Hát egy kicsit megcsonkított kezdőt, hiszen egy fog kiállni a Leeds ellen, egy olyan Leeds ellen, akit tudjuk, hogy elég erősek az utóbbi években az Elland Roadon, de megpróbáljuk a legjobbat. Rojas de Carvalho, Fuller, Caballero, Kouassi, Contreras, Bianchi, Jensen, Branco, Menza, Canales, Leeds, Forest Green Rovers. Branco. Menza indul előtte, Joshua Menza, korai gólhelyzet, ő szereti az ilyeneket! Andrew Wade, Ferreira, Zezé labdát veszít, Menza. Még egy gólhelyzet, Menza! Andrew ezt is hárítja. Csakoka Bianchi, Joshua Menza kapja, Menza! Három magyar igazság. 28. perc, Joshua Menza a harmadik helyzetét már belövi. 1-0 Forest Green. Joshua Menza duplázhat. Menza! És akkor megint Andrew az, aki védi Menza lehetőségeit. Egy perc van hátra a fél időből. Ivan Contreras szöglete. Nem rossz. Menza! Öt lehetőség, ebből négyet Andrew hárított. És hát akkor, ha matekot folytatjuk, a hatodik be fog menni. Gianluca Bianchi. Bianchi pingeli be középre, Branco. Tovább akartam tenni, Menzának lehet jobb lett volna az az opció, na mindegy, Menza. És akkor ne be kell mennie, Menza! Hát nem sikerült a matek, Andrew ezt is védi. 51. perc, Contreras szöglete. Menza! Majd aztán megint Menza, és az mellé. Hát a 8 lövéséből 6-ot Andrew védett, egy eltalálta a felső licet, egy mellé ment, ja nem, 5-öt Andrew védett, egy eltalálta a felső licet, egy mellé ment, egy pedig a kapuba. Hát Menzának érdekes hatékonysági rátája van ezen a mérkőzésen. Bianchi, Contreras, Menza még egy lehetőség elé jut, Menza! A 9. csak bemegy, 57. perc, Joshua ez a 9. helyzete ezen a mérkőzésen, de csupán a 2. gólja, 2-0 Forest Green. Kilenne Branco, az egy szép labda, Paco Canales. Canales húz befelé, Canales a volt csapata ellen, Andrew, és aztán a fejes a kapufáról jön ki. Majd aztán Martin Jensen elé esik, 76. perc, a norvég balszélső gólja, bebiztosítja a 3 pontot az Elland Roadon, 3-0 Forest Green. Jensen egy meccs, egy gól a Premier League-ben idén. Innocent Kouassi. Kouassi vissza. Thiesmeyer egyből! Andrew tolja felé. Thiesmeyernek volt egy időszak a pár szezonnal ezelőtt, amikor ontotta magából a gólokat. Hát ontotta relatív középpályás módjára. És most úgy néz ki, visszatért abba a formába, mert nem fél olykor lőni egyet a holland középpályás, amivel nekem egyáltalán nincsenek problémáim, miért lenne? Hát gólt szerez a csapatnak, gólt szerez magának, hát mindkettőnknek jó deal ez. Hát ez egy papír sima győzelem volt az Elland Roadon, sokkal könnyebb, mint amit én vártam a Leedstől, akik hát ebben a mérkőzésben nem igazán szóltak bele nagyon sok mindent. Joshua Menza volt talán a legszerencsétlenebb játékos ezen a mérkőzésen, 9 helyzetből csupán csak 2-szer sikerült betalálni a Leeds kapuba, de a győzelem győzelemnek számít, csak hát Joshuának azért kicsit dolgoznia kell, hogyha minél több góllal akarja befejezni ezt a sorozatot. Martin Jensen egyetlen egy Premier League mérkőzésen megszerezte az első gólját. 100%-os gólráta. A végeredmény Leeds 0, Forest Green Rovers 3. Győzelem esetén az utolsó előtti Premier League meccsnapon a New London felemeljük a Premier League trófeát, mivel ma játszik a Brighton a Manchester City-vel, de annak az eredménye irreleváns lesz, hogyha mi nyerünk az Arsenal ellen, mivel a különbség ugyanúgy 5 pont lesz, ami egy mérkőzéssel a vége előtt már egy ledolgozhatatlan hátrány. Így fogunk felállni: Rojas de Carvalho, Fuller, Herrera, Kouassi, Contreras, Bianchi, Knezevic, Bernard, Menza, Santos, Forest Green Rovers, Arsenal.
Bianchi. Gianluca Bianchi. Lirasz szépen fordul le, majd aztán kiszedik a mérkőzésbe, az Arsenal kapitány rúgja fel Ivan Contreras, és aki azért piros lapot kap. Omar Regiget kiállítja a játékvezető, hát láttuk már ennél csúnyább becsúszó szerelésekért sárga lap, de ezt most nem úszta meg az Arsenal védő, és az ötödik percben kiállítatja magát, amivel hát lehet, hogy szétveri a meccs ritmusát, de hát ez van. Bianchi, Gianluca, Bianchi, Gianluca mellé. Bianchi. Gianluca Bianchi, az nagyon szép labda, Bernard, gyönyörű befejezés. 19. perc, hát idő kérdése volt, hogy mikor fog megérkezni a nyitógól a Forest Green-től. A 19. percben Paul Bernard, 1-0 Forest Green. Szép lekészítés, Knezevic a D-ből, Ramsdale. Knezevic labdát szerez, és jöhetünk erre már a megcsonkult Arsenal védelemre, Paul Bernard mellé. Paul Bernard, De Carvalho érkezik. És nagyon jó helyzetbe kerül a bal hátvéd, Ramsdale véd, Santos bent tartja, Menza, Menza teker, Ramsdale. Most meg is indul a szélen, Lauriente. Lauriente középre, Ramos, Ramos húz befelé, aztán majdnem bedobásra lövi. Lauriente, ritka Arsenal helyzet, Rojas véd. Paul Bernard, Guillermo Branco van előtte, óriási területtel. A portugál pedig friss, Guilherme, 2. 64. perc, egy kicsit felé lett az Arsenal, azután, hogy egy borzalmas első fél idő után már halottnak tituláltam őket, de aztán végül egy kontra kell a megcsonkult védelemre, Guilherme Branco frissen bejön, és gólt szerez, 2-0 Forest Green. Contreras nem akarom lehozni erről a mérkőzésről, mert azt akarom, hogy mint kapitány ő emelje fel a Premier League trófeát. Contreras szöglete, Ramsdale, Bernard. Paul Bernard, Bernard teker, Ramsdale megint. Knezevic, Santos, Herrera, José Herrera mellé. Ödegaard, Ödegaard, Mathieu, Rojas, Martin. 3 perc, ennyi áll már csak köztünk és a Premier League trófea között, meg lehet egy Arsenal gól. Lauriente, Lauriente húz befelé, Lauriente, Rojas. Még egy Arsenal szöglet a végére, 10 másodpercon hátra, de mire az Arsenal elvégzi ezt a szögletet, akkor már kevesebb lesz. Erre a Ramsdale fent van a szögletnél, Darko Knezevic fogja, aki aztán el is fejeli azt a labdát, és a Forest Green Rovers Premier League bajnok a 2029-2030-as szezonban, mivel ez a győzelem már matematikailag lehetetlenné teszi azt, hogy a Manchester City utolérjen minket. Bernard és Branco, a két gólszerző, egy már nagyon korán megcsonkult Arsenal védelem ellen. És ott van a Premier League trófea, és ott van a 2 a 4-ből, amit meg akarunk szerezni ebben a szezonban, és a Carabao Kupa és a Premier League is már megvan a quadruple-ből. Már csak akkor a két hátralévő trófea van, az FA Kupa és a Bajnokok Ligája. Én most itt hagylak titeket, hogy ünnepeljetek a srácokkal, aztán jövünk vissza, és lejátsszuk a Brighton elleni FA Kupa döntőt.
nem tudom, mi történt a felső testekkel, de oké. Hát egy szinte majdnem teljesen kicserélt kezdő 11 fog kiállni a Crystal Palace elleni leszimulált Premier League mérkőzése, de mivel ennek a mérkőzésnek már nagyon, sőt nem is az, hogy nagyon nincs tétje, nincsen tétje, ezért ezt megengedhetjük magunknak. Ennek a mérkőzésnek a végeredménye pedig mégis egy 2-1-es Arsenal, 2-1-es Forest Green győzelem. A Crystal Palace a 17. percben Evan Nilsson góljával szerzett vezetés, mert a 48. percben van, akkor kiadott egy büntetőt, majd aztán Gashi és Nielsen duplázott, és ezzel győzelemmel fejezzük be a Premier League szezont. És akkor így zárul a 2029-2030-as Premier League szezon. Forest Green Rovers mint bajnok 83 ponttal, aztán Manchester City 78, Chelsea 74, Spurs 70, hát ez a... Főleg a Forest Green City Chelsea 3-as volt az, akik szinte majdnem a végéig vitték ezt az egész bajnoki cím párharcot, de emlékszünk arra, amikor a Spursnek, a Chelsea-nek és a Citynek mind 60 pontja volt előttünk, és egy ponttal volt az első helyezett, a negyedik helyezett előtt. Kicsit nagyobbra nyílt a különbség a végére, de akkor is felejthetetlen bajnoki cím párharc volt az én részemről. Az ötödik helyet az Arsenal GPM, aztán United, Aston Villa, Liverpool zárja be a top 8-at, aztán Newcastle és Burnley ezzel zárul be a top 10, Leeds, Fulham, Crystal Palace, Brighton, Wolves, Brentford és Bournemouth, ezek a csapatok, akik benn maradnak az alsóházban, a kiesők pedig a Nottingham Forest, a Watford és a Sheffield United. A quadruple-nek a fele már megvan, legyen meg a háromnegyed, de így fogunk felállni a Brighton ellen az FA Kupa döntőben, a Wembley-ben Rojas de Carvalho, Fuller, Herrera, Kouassi, Contreras, Bianchi, Knezevic, Bernard, Menza, Santos, Brighton, Forest Green Rovers. Ha ezt ki tudjuk venni ebből a mérkőzésből, vagy ellehetetlenítsük, vagy tyük, akkor nyertügyünk van. Bernard. Szájez. Még mindig Szájez. Nem sikerült, amit mondtam pár perccel ezelőtt. Szájez góljával a 8. percben vezet a Brighton. Jó, Bernard bekötőzi a Brighton védőt, de érkezik a Hallower. Fatichanti, Jovanovic, Szájez megint. Ez most már rohadtul elegem lenni belőle, pedig még csak 14 perc telt el. Szájez. Bruno Fernandes. Szájez kapja vissza a mellé. A Bianchi Menzának terület. Még egyel tovább. Bernard nincsen lesen. Bernard! 1-1! 34. perc. Hát a semmiből érkezett ez a Bernard gól, de nagyon-nagyon-nagyon kellett. 1-1. Oké, Bruno Fernandes. Vissza Szájeznek. Rojas. Mendik középre. Szájez ollózás próbál meg, hát azért már vegyél már vissza az arcodból. Bruno Fernandes szöglete. Fölön Mendy mellé. Santos. Contreras. Na megint egy olyan lehetőség, mint ami Bernárnak ott az egyenlítésnél. 53. perc. Nem kell nekünk túl sok lövés. 2 elég. A második Forest Green lövésből is betalálunk. 2-1 Forest Green. Szájez. Még egyet tovább. Kulusevski gól. 2-2. 64. perc, az a baj, tudtam, hogy ez meg fog történni. Dejan Kulusevski góljával kiegyenlít a Brighton. Menza, Knezevic, Contreras, Ivan Contreras. Hasonló az Arsenalhoz képest az a becsúszó szerelés. Nem lepődnék meg, ha ez is piros lenne, de valószínűleg ez csak sárga lesz. Nem, ez is piros! Luciano Silvestri, 68. perc. Hát szinte Ctrl-C, Ctrl-V, olyan volt, mint Rekik becsúszó szerelése az Arsenal ellen. Ez is a 16-oson kívül, de hát a játékvezető ezt is ugyanolyan komolynak véli. És ember hátrányba kerül a Brighton, hát lehet az az egyetlen csillogó reményünk ezen a mérkőzésen. És Contreras megint az Arsenal ellen belelőtte a falba, de most lehetősége van jóvá tenni ezt. Ivan Contreras 19 méterre a kaputól, most egy kicsit több erővel, kicsit magasabb. Contreras! Felső létsz. Negyed óra van hátra, és még ezzel az ember hátrányban lévő Brightonnal is nehéz megküzdeni.
éreztem. Sőt, tudtam. Tapsoba fejesével 3-2 Brighton. Menza. De Paul Bernard most lehet, hogy másképp gondolkozik. Paul Bernard 3-3! 81. perc, oké, csak egy kicsit negatív beszéd kell, és ez a csapat életre kell. 3-3! Menza. Contreras terület Bernardnak. Paul Bernard! Verbruggen véd, 5 perc van hátra. Bernard. Menza. Knezevic. Contreras. Ivan Contreras! Lehet, hogy a kapitány nyeri meg nekünk ezt az FA kupát. Honnan jött? 15 perccel ezelőtt el voltunk temetve. Honnan jött ez? Contreras a gólszerző. Nem érdemeljük meg. Nagyon nem, de ki a faszt érdekel? 4-3. Herrera. 4 perc hosszabbítás, ha jól hallottam. A Wembley announcer-től. Igen, annak a fele már el is ment. 10 mélyer. Contreras. Ivan Contreras. Nem tud fake-shotot csinálni Destel szemben. Verbruggen. De az idő az letelt. Az idő az letelt a Brightonnak. És hát ez az ő kupájuk volt, amit elveszítettek. Csak miattuk nem nyerik meg ezt az FA kupát, mert a Brighton az 10-szer jobb csapat volt azon a mérkőzésen, mint mi. És hát vezettek is hányszor? 3-szor, ha jól emlékszem. És mégis elbukják a mérkőzést. Annak a piros lapnak köszönhetően. Nem érdemeljük meg ezt az FA kupát, de hogyha megnyertük, akkor miért ne ünnepeljünk érte? És a 4 trófeából 3 megvan. És az egyetlen puzzle darab, ami hiányzik, az pedig a Bajnokok Ligája, aminek a döntőjét egy hét múlva fogjuk lejátszani a Spurs ellen. De én most itt hallottatok, hogy ünnepeljetek a srácokkal, azt jövünk vissza és befejezzük ezt az epizódot. És hát akkor egy hétnyi, hát nem azt mondanám, hogy szenvedés után, de saját magam limitekre dobása, vagy limitekre lökése után elérkezünk ehhez a ponthoz. A következő epizód egy jó kerek 130 lesz, és az lesz az utolsó epizód. A Spurs elleni FA kupa, az már volt, Spurs elleni Bajnokok Ligája döntő. Ennek a csapatnak lehetősége van történelmet írni még egy aspektusban. Történelmet írt azzal, hogy a játékosa Joshua Menza a legtöbb gólt szerezte ebben a, ezen a csatornának az életének időtartama alatt. És lehetősége van most 4 trófát nyerni egy szezonban, amit senki nem csinált még ezen a csatornán. És hát szürreális lesz a következő epizód a végén, és mindegy, arról majd beszélek a következő epizódban, ami ilyen nagyon mélyebb dolog lesz. Nem igazán mélyebb, de szerintem értitek, miről beszélek. Viszont ennyi volt a 129. rész, én most befejezem a pofázást és véget vetek ennek a cliffhangernek. Találkozunk a következő epizódban, ami az utolsó epizódja lesz ennek a sorozatnak. Én Bence voltam, találkozunk legközelebb. Sziasztok! With a taste of your life.